kertészmérnöki képzésen a leendő hallgatók 4 diszciplína, nevezetesen a zöldségtermesztés, a gyümölcstermesztés, a szőlőtermesztés, illetve a dísznövénytermesztés technológiáját sajátíthatják el. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik saját gazdaság létrehozására, üzemeltetésére, illetve üzemi méretű gazdaság irányítására, valamint a szaktanácsadói szakértési feladatok elvégzésére alkalmasak. Erre a szakterületre leginkább igaz a termőföldtől az asztalig motto, hiszen így a szántóföldről egészen a csomagolásig végigkísérjük a termékeinket. Kertészmérnöknek lenni egy kihívás, nagy felelősséggel jár, ugyanakkor csodás feladat. A csíráztatás csírakamrában történik szabályozott hőmérséklet, illetve páratartalom mellett. Azt követően a palánta nevelés során eltérő hullámhosszúságú LED-lámpás kezelést alkalmazunk. A tápanyagutánpótlás pedig árapályrendszerű technológia segítségével történik. A hozzánk felvételt nyert hallgatók betekintést nyerhetnek a kertészeti biotechnológia, mikroszaporítás és különböző modern szaporítási technológiákba. Itt a kertészeti laboratórium biztosít ehhez teret, hogy mindenféle a kertészeti növényeket magába foglaló fajokkal foglalkozhatnak. Mind a biotechnológia, mind a genetika területén, akit esetleg ez érdekel, növénynemesítés, illetve bármilyen értékes tulajdonságnak a megnyilvánulása a kertészeti növényekben, ezeknek a vizsgálatára lehetősége nyílik nálunk. Emellett még kolléganőmmel együttműködve ugye még a modern üvegháznak az irányításában, illetve a termesztés technológiára is rálátásuk nyílik a hallgatóknak. A kertészmérnök BSC képzés keretein belül a gyümölcstermesztés órákon a hallgatókkal az intenzív termesztést ismertetjük meg, vagyis azt, hogy miként lehet korszerű termesztés technológiával magas jövedelmet előállítani. Ehhez az ültetvényben emberléptékű, emberméretű, kisméretű koronaformák szükségesek, amelyeken hatékonyan végezhető el a kézi, illetve a gépi munka. Ezekre a fákra nem kell felmászni, hanem könnyen, hatékonyan tudjuk elvégezni a betakarítást, a meccést, a gyümölcsitkítást, illetve minden egyéb más ápolási munkát. A képzés keretein belül a hallgatók rendszeresen heti gyakorisággal vesznek részt gyakorlatokon, amikor is az előadásokon elhangzottakat mutatjuk be a hallgatók részére, itt az ültetvényben a fák között. Emellett pedig a fél év során többször szervezünk számukra szakmai tanulmányutakat, amikor a térség modern gyümölcstermesztő vállalkozásait látogatjuk meg, és igyekszünk nekik bemutatni a modern termesztés technológiának a megvalósulását. A Debrecen Egyetem kertészmérnök képzésében a hallgatók tanulnak 3 fél év szőlőtermesztést, 1 fél év borászati technológiát, aztán ezt kiegészít egy borkultúra borászati alapokkal című kurzus. A diákok napi, heti szinten be vannak vonva a technológiába, illetve már hogy a BSC képzésben meghirdetjük a diákoknak, érezzék otthon magukat a szőlőben, és nem csak a szakdolgozatos diákok, amikor kedvük van, természetesen növényvédelmi technológia figyelembevételével, gyakorlatilag egész idejüket, ami szabadidejük van, azt a szőlőben tölthetik. Azért praktikus ez a képzés, mert a végén időben bejön a borászati technológia, és a diákok lényegében borkultúra keretében, ha jó évjárat összejön, akkor a saját borukat tudják értékelni, és ezek mentén teljesíthetjük ki a ismereteinket.